Színesen szép a világ. Köszöntöm kedves nézőinket a Színesen szép a világ című műsor soron következő adásában. Engedjék meg nekem, hogy egy személyes gondolattal indítsam a mai műsorunkat. Az írás azt mondja nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. Azonban ennyi nap után még mindig itt vagyunk. Ezért én azt gondolom, hogy minden egyes nap, minden egyes eltöltött nap okot ad nekünk a hálálkodásra is. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy önökkel, a kedves vendégemmel újra a közösségben tölthetünk egy kis időt Isten jelenlétében. Mindezek után pedig szeretném önöknek elmondani, hogy nem egyedül vagyok itt a stúdióban, ahogy már mondtam, itt van mellettem a vendégem, aki Mohácsi Vilmos, a Felszabadulva Közösség egyik alapító tagja. Vele fogunk ma beszélgetni. Szia, Vili! Szia, Csapikám! Vili, én azzal indítanék, amit mindenki vár. Jó? Jöjjön az igazság pillanata. Valjuk <laughs> meg azt, amit meg kell vallani. Miért nem szeretted volna, hogy Ági teológiát tanuljon? Hát kérlek szépen, ennek nagyon egyszerű oka van. Abban az időszakban én, én nagyon nem voltam, tehát magam alatt voltam. Abban az idő, nekem egy olyan időszakom volt akkor, amikor egy gyülekezeti szakadásból távoztunk, tehát egy szakadáson mentünk keresztül, és, és nagyon, nagyon besokaltam dolgoktól, magam alatt voltam, és, és azt mondtam, hogy nincs nekünk erre semmi szükségünk. Nagyon elutasítottam. Tehát az a, az a, az a csoda, az a gyönyörűség, a megtéréseknek az a, eh, nehéz szavakban is kifejezni, nagyon tudjuk, az, amikor az ember újjászületik, találkozásom Istennel, az nekem akkor nagyon, eh, tulajdonképpen nagyon elmulóba volt, hogy legalábbis úgy tűnt, mert csalódtam. Csalódtam ott a emberekbe, gyülekezetbe, meg ebbe az egészbe, úgymond. Isten felé egyébként nem, tehát Isten felé nem volt bennem semmiféle ö, megbotránkozás, de maga a gyülekezeti rendszer, meg az egyebek viszont igen. És egy ilyen állapotomban voltam én akkor igazából, ö, és, és, és akkor hogy mondta a testi gondolatom az az volt a Ági felé is, hogy, hogy hagyjad, nincs nekünk erre, nincs neked erre szükségünk, tanulj inkább olyan valamit, amiből majd pénzt keresel, és akkor stb. Uh -huh. Tehát egyszerűen ennek ilyen egyszerű oka volt. A világ elvei szerint próbáltál gondolkodni. De. Azt mondtad, hogy nincsen nektek erre szükségetek, akkor lehet azt mondani, hogy te ténylegesen megérted azt, amit a Biblia mond, hogy az asszony és a férfi lesznek ketten egy testé, hiszen hát Ági vágya volt az a te kedves feleséged, aki korábbi adásunkat nem nézte volna, annak szeretném elmondani, hogy Ági, akiről szó van, ő Vili felesége, akivel ők együtt szolgálnak egy közösségben. Ági szeretett volna teológiát tanulni, Vili ebben nem nagyon pártolta, végezetül persze hát Vilivel szemben az úr győzött, és Ági nemhogy tanult, most már tanítja is a teológiát de Vilit faggatjuk arról, hogy mi volt ennek az egésznek a kezdete. Ténylegesen megértétek azt, mivel azt mondod, hogy nem volt erre szükségetek nektek, de ez Ági vágya volt, hogy ti ketten lettetek egy testé? Persze, tehát, tehát nyilvánvaló, tehát ugye vissza kell menni a, 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 a gyökerekhez, a találkozáshoz, ugye Ágival is, tehát uh, mi a gyülekezetben ismerkedtünk meg, tehát én újjászülettem, és, és igazából Ágit ott ismertem meg és minden, figyelj, egy olyan, olyan, olyan vágyaink, olyan, olyan céljaink voltak, hogy én, én, nekem is az volt a minden vágyam, célom, hogy, hogy, a, hogy, hogy az Istent akarom szolgálni. Hogy őt, hogy, hogy akármilyen formában is, de, de volna én is, Ági is, hogy együtt majd szolgálunk, és akkor gyerekeink lesznek, és, és, és akkor így kiteljesedünk tulajdonképpen. És hogy az előbb is utaltam rá, ez, ez, egy, ez egy pár évig, tehát hogy ez, ez így elindult az életünkbe, de aztán történt ugye ez a bizonyos törés, és, és, és igazából az én életemben én, én akkor úgy gondoltam, hogy erre aztán azt gondoltam, hogy erre nem, nem lesz szükség, mert nincs erre szükség, mert ez e, beletünk csapva, úgy éreztem. Csalódtál emberekben, lehet ezt mondani, ugye? Igen. Emberekben csalódtál, hiszen azt mondod, hogy az Istennel való közösséged az, az, az megmaradt. Az nem lett sértve. Istenben nem csalódtál, Istenben ugyanúgy bíztál, vagy rosszul gondolom Figyelj, ezt? Ő, hogy mondjam neked, nyilvánvaló az Istennek a jósága, a megtartó kegyelmébe, abba, abba hittem, de igazából már Őtől se, őtől se akartam többet. De akart, biztos vagy ebben? Mármint abban a részében, hogy ebben a, ezen a mély ponton, amikor azt mondtad, hogy nem kell nekünk a teológia, hittél Isten megtartó kegyelmében? Hittem. Hittem. még, így van, hittem. Még ha nem is ilyen tudatosan, de, de egyszerűen így van, hittem az, az Istenbe. Istenben. Akkor mi mondotta végig is azt veled, hogy nem kell nekünk a teológia tanulása? Igazából tudod, én, én már abban nem hittem, hogy hogyha a feleségem ezt megtanulja, vagy tanulja is közben, meg tudtam azt, tehát igazából tudtam azt, hogy a feleségemnek van ajándéka. Vannak egy Istentől kapott ajándéka, van egy elhívása is, amire, amit amit, ö, ö, amit, igen, nekem támogatnom ö, kellene, de abban az időszakomban egyszerűen az, azt gondoltam, hogy elég, ha úgy élünk, mint egy átlagember, úgymond a, a világban, mert úgyis csak a csalódások és a, a, az egyebek várnak ránk az egyházba. És erre, 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 erre ezért mondtam azt neki, és ezért igazából nem támogattam a. A, a, a tanulmányait. Úgyhogy ezt vetítettem ki tulajdonképpen. Tehát a, a, tulajdonképpen az én hitetlenségemet vetítettem ki, és, és így is hoztam meg a döntéseimet. Nem csak ez. És a hitetlen döntések mit eredményeznek egy hívő ember életében? Hitetlen döntések. Hát a hitetlen döntéseknek, nem jó döntéseinknek, azoknak előbb-utóbb Nálam, nálam, azért utóbb nyilván meglettek a, úgymond a gyümölcsei, vagy a hatásai, és, és, az ember után akkor nyilván látja azt, hogy hát, hát nem jó döntöttem, és nem bíztam az Szerintem, Istenben, nem. nem hittem. Nem hittem azt, hogy ez lehet másképp is. Nem hittem, hogy ez működhet másképp is. Nem hittem, hogy ez a mi életünkben nem hittem el. Tehát azt, azt a pici magot, amit akkor kaptunk a megtérésünkkor, újjászületésünkkor, az a tűz, az a, az a reménység, az a bizalom, az a hit, ami akkor buzgott bennünk, a, a, nem engedtem már ennek. Ez, ez a buzgás, ez egyszerűen betemették ezek a mindenféle e, problémák, úgymond. És, és amikor az ember hitetlen, akkor, akkor el, el egyszerűen már nem, nem, nem ehhez nyúlsz, nem ebbe bízó, hanem akkor azt mondta, hogy áh, hagyjuk, és akkor, akkor, akkor meghozod a rossz döntésedet úgymond, amit nem kérdez. És ez így volt, ebbe, ebbe, a szituációba is így volt. És az én életemben, amikor ugye ebbe az időszak, és figyelj, ez az én életemben nálam az több évig is tartott. Tehát ez nem egy ilyen pár hónapos kis, jaj, most nem vagyok olyan jól, és akkor nem, ez az én életemben egy elég erős, erőteljes lejtmenet volt, tudod? Azt mondod, hogy tüzet éreztél belül, meg volt az a mag, ami, ami felszabadított, ami vitt előre, az az örökös tűz, ami lobogott benned. Ezzel szemben ez az időszak, amiről most beszélsz, ez mit hordozott magában? Hogyan ébredtél fel? Hogyan hoztad meg a döntéseidet? Hogyan élted a mindennapjaidat? Hogyan hajtottad le este a fejedet? Mit éreztél ebben az időben? Ebben az időszakban? Hát, eh, egyszerűen, hogy, 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 hogy is fogalmazom, engedtem, hogy történjenek a napok. Hogy folyjanak a dolgok úgy, ahogy voltak. Nekem meg volt a munkám, sokat dolgoztam. Igazából, igazából a munkámba temetkeztem bele, mondhatom, ez ugye zenész vagyok. Én akkor akkoriban olyan helyen zenéltem, amilyen nem csak, hogy ilyen esténként kellett elmenjek, hanem én már nappal, sőt, már ilyen dél körül. Tehát én egész napos munkám volt, szabadnap nélkül. Úgyhogy én beletemetkeztem a munkába, hazamentem, Csabi, fáradtan lefeküdtem, és így néha fölsóhajtottam az Isten felé. Hogy? De mindekkor téged várt otthon egy család. Gyermekek és egy feleség. Így van. Hogyan tudtak ők táplálkozni belőled ebben az időszakban? Hát figyelj, de utólagosan tudom az, hogy a feleségem, ő imádkozott értem sokat. Tehát rendszeresen. Ági hite erős volt abban az időben is? Áginak a hite nem változott. Tehát ő, ő, ő maradt. Nyilván hatással voltam rá is, és nem jó hatással lehettem rá. Hát az egyértelmű, hogy nem jó hatással voltam rá, de, de, de ő kitartott, hűséges volt és erős volt. Azt mondod, hogy hatással volt rá ebben az időben, de ő kitartott. Viszont a te életedben ez egy elég hosszú időszak volt. Jé. Ő a hitével, az erős hitével nem volt hatással rád abban az időben? Hát bizonyos pontokon. Nyilván ő mindig, amikor beszélgetünk, azért mindig próbált engem a helyes, a helyes mederbe terelni, jó dolgokat mondott, és ezeket én így meghallgattam, de igazából annyira, annyira nem adtam neki teret. Tehát, hogy inkább meghallgattam, és akkor jó, oké, majd. Nem nagyon engedtem Elveszteted. tovább. Elvesztetted a hitedet az ígéretekben? Abszolút. Teljesen. Ezzel viszont megkérdőjeleződött a, az ígérő hitelessége, vagy nem? Hát igen. Nyilván ilyen mélyen én akkor ezt nem gondoltam át, hogy most akkor a, aki az ígéretet tette. Jó a kérdése, teljesen. én ilyen komolyan nem gondoltam át, hogy ilyen mélyen ezt a dolgot. Ahogy mondtam neked, beletemetkeztem a munkámba, és és, és szorgosan úgymond tettem a, a, a dolgaimat. Ami egyébként, tehát azért hozzáteszem, hogy azért voltak olyan történések, nagyon érdekes dolgok is történtek akkoriban. Bementem például játékgépeztem ott, tehát ahol dolgoztam, én vidéken dolgoztam, és és akkor bementem a többiekkel, játékgépeztem. Tehát ez, nyilván ez is mutatja azt, hogy hogy így a hitemben meg egyáltalán, hogy akkor hát hol tarthattam. Bementem, gépet nyomom, és akkor megáll egy emberke ott mellettem, egy vadidegen, soha nem láttam. És akkor mondja nekem, hogy hát figyelj, azt mondja, hát te mit keresel itt? Hát neked, neked nem itt van a helyed. Istenek a gyermeke vagy. És akkor Fél kinézek így a oldalra, hogy most ki ez az ember, vagy körülnézek a kollégáimat, hogy most ők küldték rám, mert tudod, hogy valamire gondoltam, de láttam rajta, hogy mindenki teszi ott a dolgát, szóval hogy nem erről van szó. És akkor így elgondolkodtam egy pillanatra, az emberkét azt én elküldtem, tehát valamit mondtam neki, hogy most légy szíves, adjál hagyjál engem. De figyelj, megtörtént egy ilyen dolog, és utána nyilván kijöttem és és hát elgondolkodtam. Istenem, és akkor maga a játék alatt nem forgott ez a fejedben. Hát dehogy nem, hát hogy mondom most, most úr, mondom most ez mi volt? És azon gondolkodtam, hogy most ilyen emberi módon, hogy most valaki ide küldte ezt, hogy ki ez az emberket, soha az életemben nem láttam, és akkor ez most hogy, hogy van ez a dolog? Tehát ugye Isten, az Isten meg megszólított ilyen, ilyen dolgokon, és adott nekem, adott nekem ilyen, ilyen vadidegen ember odajött, és akkor ilyen is, tehát megszólított engem, és um, voltak ezek voltak ezek a pontok és akkor szépen lassan elérkeztem oda hogy volt egy volt egy ilyen, hát betegség gyanúja volt igazából itt nálam vagy legalábbis valami kis betegségről följött a, a szó mikor voltam egy orvosi vizsgálaton és és akkor egyedül volt, akkor külföldön voltam akkor külföldön zenéltem Németországban úgymond volt egy, ott egyedül voltam, ott. És, és, akkor és megszületett bennem, a, a megszületett bennem a, 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 döntés. Az, hogy most akkor én hazamegyek, és, és visszamegyek az úrhoz. Ez lett volna a kérdésem, és ő csodálatosan előre vezetted már ezt a dolgot, hogy sajnálatos módon nagyon sok ember, aki hirtelen lánggal megindul, úgy, ahogyan te mondtad, hogy benned lobogott az a tűz, mindaddig, amíg ki nem aludt. Nagyon sokan indulnak neki ennek a pályának, ezt lehet pályának nevezni, így a szolgálat pályájának. De időközben lesodródnak az útról, és sajnálatos módon el is tűnnek. Hogyan lehet visszajönni? Hát a helyzet az, hogy tudod, egy nagy változás történt az én életemben. Mert én ahogy megismertem a, a, az Istent, megismertem az Evangéliumot a kezdetek kezdetén, és mondom, csodálatos volt átélnem nem a, nekem akkor a, az Istennek a mindenféle szeretetét, kegyelmét, és egyáltalán, hogy őt megismerhettem. De mégis nagyon sok olyan dolog volt bennem, amit én nem tudatosan, meg nyilván nem is senki nem tudatosan, de, de volt rajtam egy, egy, egy fajta megfelelési kényszer is az Isten felé, hogy azért nekem milyennek kell lenni, tudod? Tehát mindenképpen volt rajtam egy ilyen elég, elég erősen. De én ezt nem tudatosan, meg nem, csak azt és én ezen a bizonyos, én ezt nevezem most második megtérésemnek, ha lehet így nevezni ezt a, a pontot, a, amikor mondom, kint voltam Németországba, és, és ez a megfáradásom után több éves megfáradásom, amit amit hozzá szeretnék tenni, hogy, hogy ezt, ezt bizony belementem bűnökbe is. Bizony belementem olyan dolgokba is, amit ami, a, 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 azokból értem meg. Hát, Nem kötelező erről beszélünk, beszélhetünk arról, hogy veszt. ez mit akar? Ez konkrét dolgokat. Ez konkrétan az, hogy akár a paráznaságot is említettem. Ezt most itt, itt, mondom ki előtted, meg itt a nézők, meg egyáltalán. De hát most ugye Isten tud erről a dologról, ezt a feleségemmel is megbeszéltem, elmondtam neki. Ez nagyon mély dolgok, az az igazság. De, 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 de abszolút én ezt vállalom, ezt a dolgot. Tehát itt mondtam az előbb a játéktermet, de még akár, akár, akár ilyen, hogy paráznos. Figyelj, nekem ez a gyerekeimmel el kellett számoljak. El kellett számoljak, elmondtam a gyerekeimnek is. De, de ezt, ültél és megosztottad a gyermekeiddel azt, hogy te... volt bizonyság, volt tevésem beszélgettünk, és akkor ők, ők hallották, és utána kérdezték, hogy apa, ez, ez tényleg így volt. És mondtam nekik, hogy gyerekek, igen. Hogyan reagáltak a gyerekek erre? Hát furcsán. Hát nyilván egy csalódás is volt bennük, meg egy nem értés, hogy, apa, aki, aki hát apa, te hívő vagy, hát te, te, ilyet megtettél. Jó a kérdés. Még a gyermekeidben is felmerül. éretéged, téged a nem hívőktől, vagy éppen a hívőktől, akik tökéletesnek akarnak látni téged, mint szolgálót, olyan támadás, hogy ezt és azt és amast elkövetted, miért te szolgálsz? Hogyne, hogyne, Hát ezt megkaptam én, megkaptam onnan a Facebookon is többször, meg, meg egyéb dolgokban is, amikor valamiről mondjuk véleményt nyilvánítottam, formáltam, és utána az jött le a, 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 testvértől, hogy, hogy hát én, én akarok itt dumálni, aki ezt és ezt elkövette. Tehát én ugye őszintén bizalommal el, megosztottam, mint ahogy most megosztom veled, veletek is ezt a dolgot, ezt őszintén elmondtam, és bizony hívők visszaéltek ezzel, és, és utána azt mondták, hogy hát te mit akarsz, ez, és ezt és ezt megtetted. Persze ők nem, azt ők elfelejtik, hogy én ezt a dolgot egyrészt leraktam, én ezt elhagytam, ezt a dolgot. Én ezt megbántam, ezt a dolgot, és nem legutolsó sorban, sőt legelső sorban az én, az én atyámmal én ezt rendeztem, ezt a dolgot. Meg tudja mégis gyengíteni egy-egy ilyen megszólalás a szolgálatot? Már nem. Volt idő, amikor igen? Hát igazából, igazából csak, hogy a történetemet folytassam, én akkor hazajöttem Németországból, és megkerestem a barátaimat a gyülekezetbe, és, és aztán találkoztam olyan tanításokkal, jó pár éve volt ugye most már ez, a Kubinyi a tanítása szolgálatait hallgattam, ami egyszerűen egy, 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 exotikus élménnyel jött felém, és egy ilyen, azért mondom, hogy egy szinte egy második megtérést éltem át, megértettem az Istennek azt a fajta szeretetét, és azt a fajta kegyelmét, és azt, hogy Jézus a bűnösöknek a barátja, de Jézus azoknak a bűnösöknek is a barátja, akik hívőként lettek bűnösök. Mindig, a, mindig megkülönböztetjük, ilyen két táborról beszélünk, hogy hát vannak a világia, meg vagyunk mi hívők, és akkor ennyi. De, de mi van azokkal a sok-sok-sok hívővel, aki időközben Meggyengül teljesen, milyen, mindegy, hogy most milyen oknál fogva, de de visszakerülhet bűnökbe, nagyon nehéz helyzetekbe, összetörhet, kimegy a lába alól a talaj, rossz döntést és ennek megvannak a közösségek. Ezekről mindig elfeledkezünk, őről nem beszélünk. Mert hát egy hívőnek tudjuk, hogy milyennek kell lenni, ugye? Hát, milyennek? Hát az, az annak tökéletesnek. Tehát, hogy annak már olyannak kell lenni, mint Jézusnak. És ezzel hát olyan elvárások vannak az egyházban, és hogyha te, te valamit nem úgy csinálsz, hát akkor abban a pillanatban, ha te hú, hát össze kell szedned magad, meg, meg, meg nem úgy van, hát a szolgálat sem úgy van, hát meg kell felelned bizonyos mércéknek, bizonyos rendszereknek, hát figyelj, ebben ebbe nevelődtem föl én is. És éppen ezért Tudtam nehezen kijönni, mert közben, meg, amikor, amikor én elestem, amikor jött ez az egész elindult onnan, hogy megbotránkoztam, ugye, amit mondtam, az egyházba, és az egész begyűrűzött nekem odáig, hogy kiment a lábom alól a talaj, utána közben próbáltam én nyilván az, hogy hát akkor föl kéne álljak, de hogy álljak föl, amikor egy hívő, ha ilyet elkövet, ott akkor vége a történetnek. Hát hogy hogy akarok én Jézushoz jönni, amikor egyszerűen ilyen vagyok? Hát szedjem össze magam, és menjek oda Jézushoz. Hát ez volt bennem. Osszuk két részre a, a te hívő életedet. Volt az első megtérés és volt a második. Az első megtérés hozott magával új barátokat, megtért barátokat. Természetesen. Így van. És a, a mély süllyedés. Mit kezdett ezekkel a barátokkal? Hová lettek ők? Figyel, Ott voltak, támogattak, vagy ők is mind eltűntek? A baráto, barátaim, én hálásak vagyok. Nem, nem. Figyelj, ők próbáltak, akkor próbáltak jönni és tanácsolni és, és segíteni. De én ahogy mondtam, hogy, ahogy a feleségemet is, tehát hogy figyelj, én ott elhatároztam egy dolgot, én, én elutasítottam őket is. Tehát én zártam. Én zártam, csalódtam, és azt mondtam, hogy távolabbról fogok innentől kezdve. Hiszek az Istenbe, de én nem fog gyülekezetben járni. Tehát egyszerűen azt mondtam, hogy nem járok már gyülekezetben, nekem nem kell a gyülekezet. Mi, Mi az, az ami viszont is. kellett? Hát amikor ezt kimondtam, akkor nekem semmi nem kellett, már annyira fő voltam dolga, hogy úgy van, mint a Jónás. Tehát, kellett a világ neked akkor? Hát akkor vakaratlanul, hát valamiben kell, hogy. te Feltörtek a világi vágyakozások benned, ahogy je, letetted ezt a közösséget? Je, igen, igen. Nézd, nézd, ez, ez, ez egy automatikus dolog is valahogy. Tehát hogyha innen elfordulsz, akkor természetesen abban a pillanatban az embernek a testi indulatai, vágyai, kívánságai az egyből szóval elkezd erősödni. És ez nyilván az én életemben, ez nem egy tudatos dolog, természetesen, hanem ez így időről időre, de igen, ez megjelent az életembe aztán, és hogy az előbb is már elmondtam, hogy milyen mély, mélyre zuhantam. Képzeld bennem, korábban megfogalmazódott ezzel kapcsolatban egy dolog az, hogy tekinthetünk magunkra, mint bűnös emberekre, és elkezdjük magunkat kárhoztatni ezáltal. Vagy tekinthetünk magunkra úgy, ahogyan Pál beszél a, a bűnről, hogy ugye ő belül a jót kívánja, a jó felé indulna, a teste mégis elviszi őt a rossz irányba, bűnre csalja őt. Te kárhoztattad magad és bűnösnek tekintetted magad, vagy pedig elszenvedőjének érezted, önmagad bűneinek elszenvedőjének érezted magadat? Kárhoztattam magam. Vádoltam magam. Most hogy tekintesz arra az időszakra? Arra az időszakra? Hát ez egy, ez egy tévesen, tévesen láttam saját magamat abban helyzetben. Kárhoztatod még magad ezek miatt? Nem, most már nem kárhoztatom magam. Mi az, ami változást tudott hozni? Nem, nem az életet fellendülésében, hanem a kárhoztatás megszűnésében. Hát egyszerűen, egyszerűen megértettem azt, amit például az előbb mondasz, amiről, amiről tanít a, a, az Ige, amiről beszél Pál arról, hogy van a, vannak a testi indulataink, és van, a, van az az újjászületett szellemünk is. Ahogy Pál is írja és bizonságot tesz, hogy a test az mindig, mindig a rosszra vinne és, és, és próbál, és közben meg a, a szellem, mi részünk, ami ami újjászületett, tehát ennek a két világnak a, a, a folyamatos háborúja vagy ellenkezése zajlik az embernek az életében. Tehát most már nem gondolom akkora nagy dolognak ezt a dolgot, akkoriban én ezt úgy gondoltam, tudod, hogy én újjászülettem, megtértem, ó, hát akkor én nekem már szent kell lenni, ott végigolvasjuk az igébe, az új szövetségbe, hogy ezeknek, ezt se találatosan közöttetek, ahogy Pál írja. Tehát igazából nem is értettem jól az igét, ez nagyon fontos dolog, mert, a, mert nagyon sokan félreértik a, a, az Istennek az igéjét ilyen értelemben, és én is ezeket mind magamra vettem, és ahogy megjelent valami, hú, akkor egyből, és akkor hú, akkor most nem tudom, mit kell csinálni, és, és folyamatosan, a, 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 amíg jártam a, a gyülekezetbe, jártam az úrral, keresgéltem magamba, és nyilván hát nem kell keresni, hát megtalálod a hibákat, hát és mindig fogunk találni valamit. És azt mondja, De ebből mindig én ilyen, ilyen, ilyen görcsösen foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. És azt mondod, hogy ma már nem tartod akkora nagy dolognak? Másképp látom a dolgot. Ma már természetesen is föl tudom azt fogni, az, hogy, az, hogy egy ember az ebből tevődik köz, ahogy, ahogy az előbb is mondta, meg, hogy Pál mondja, hogy van a testi természet és a szellemi természet. És ezek, ezek mi? A, 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 a testi mindig üldözni akarja a szellemit. De hát, amikor már az ember érettebb szinten van, mint hívő, akkor, akkor az a helyzet, hogy a, a a szellemi identitásom, vagy az az identitás, ami már megerősödik. Tehát amikor az a Krisztusi identitás megerősödik benned, amikor már ott vannak a gyümölcsök, amikor már nem kezdesz egy ilyen dolgon görcsölni, akkor az, egész, az egészet tudod már, az ember akkor már tudja kezelni. Na de ez nem nem ijedsz meg ettől a dologtól, hogy most fú, akkor ez a kívánság. Hát akkoriban még a kívánság is, ami följött bennem, hát olyat csináltam egy, egy, egy mondjuk egy ilyen, tisztátalan álomtól, most mondok egy ilyet, hogy az ember egy olyan dologgal álmodik, hogy fú, hát ez föl azt a mit álmodtam. Hát ebből én olyan lelki ismereti ügyet, problémát csináltam, ezt nem tudom neked elmondani. És ma hogy kezeled, hogyha ilyet álmodsz? Hát figyelj, hál' Istennek nem volt mostanában ilyen, de ha ilyen, ilyen dolog van, akkor Csabikám, fölkelek, hálát adok az Istenemnek, imádkozom egyet, és, és megyek tovább, és nem ragadok le, hogy én akkor most a démonok, most akkor bennem vannak na most akkor a tiszteltalanság érzi, akkor most mit kezdjek ezzel is. Tehát most nem. Nyilván, amit mondok neked, az a hit, ami benne van, a meggyőződés. Fölkelek, és tudom azt, hogy igaz ember vagyok. Tudom azt, hogy meg vagyok igazítva. Tudom azt, hogy Isten szeret engem, hogy az égvilágon semmi nem változott. hanem most történt egy álom, amit én álmodtam. Mi történt? Az én és az is. Tehát az a kapcsolat, ami van én és az Isten között, hát azt semmi nem tudja megváltoztatni. Na most akkor ennek a mintájára mondhatjuk azt, hogy az álom akkor nagyon bántott, most pedig már megimádkozott, és azt mondott, hogy rendben van, megyek egyenesen tovább, kérem az úr kegyelmét az életemre. Mi van a paráznossággal, Ma már ez is így történik, hogy akkor elkövettem, ma pedig már nem nyomozta a lelkiismeretfurdalást, kérem az úr áldását, és akkor haladok tovább. Hogyan alkalmazkodsz ma ehhez? Hát nézd már, egyértelmű, hogy nyilván az ember azt megítéli, hát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy borzott, minden bűn undorító, és, 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 és ellenünk van, és, és tönkreteszi az életünket. Tehát egyértelmű, hogy mindenféle bűnt, amit meg, hogy mondjam, hát, hát ellenségünk, hát ellenségnek tartok. És nyilván így van így van ez a parázdasággal is, és minden egyébvel uh, ellenségem, és, és nem foglalkozok. De de egyszerűen már az Istennel való kapcsolatom, az Istennel való közösségem, az is, és, és megértettem azt a kegyelmet, hogy az előbb picit egy fél mondattal itt próbáltam neked megérteni, hogy a, a Kubinyi Karcsinak a szolgálata azt gondolom, hogy azt gondolom, az én életembe is egy óriási erővel jött az ő kijelentései, és megértettem azt, hogy Jézus a bűnösök, de a hívő bűnösöknek is a barátja. Igen. Hogy visszacsatoljak oda ahhoz a gondolatomhoz. Igen. És ez hozta a változást az életemben, ma már az Istennek a szeretetét és a kegyelmét, és az, hogy az, hogy engem szeret és megmentet És figyelj, lehet, hogy nagyon sokan abban az időszakomban, amikor én elhagytam az Urat, és csináltam sok mindent, engem nyilván a hívő barátaim nem vetettek meg, de más hívők nyilvánvalóan megvetettek, és megvolt a véleményük. De amikor megértettem azt, én azt gondoltam, hogy Istennek is ez a véleménye, érted, Csabi? De hát Istennek nem ez volt a véleménye, hanem azt mondta, hogy ott adja 99 igazat, és eljött utána, mert ő neki fontos vagyok, és, azt, és rá kellett jöjjek, hogy tényleg, és nem változott semmi, és nem kapok most, nincs virgács, meg mi van, hogy az Istenek és az Istennek a szeretete, mentett meg. A második megtérésem egy hogy akkora erővel és hullámmal jött, és fölülírta majdnem, hogy azt kell mondjam, vagy legalábbis egyenrangú mértékkel és erővel hatott rám, mint a legelső megtérésem, úgymond, vagy a, nagyon, nagyon fontos dologról beszélgetünk, mert Pál is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Róma Levél taglalja nekünk, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik, de rögtön felteszi Pál a kérdést, hogy akkor kövessünk el bűnöket, hogy a kegyelem annál inkább nagyobb legyen. Mi a véleményed erről? Erről az a véleményem, hogy ne kövessünk el bűnöket azért, hogy ezt kipróbáljuk, de viszont az a tapasztalatom... <laughs> hogy az ember előbb-utóbb, tehát ez begyűrűzik az életünkbe. Nem, és... ne kövessünk el bűnöket, hogyha a kegyelem annál inkább nagyobb? Miért tartóztassuk meg akkor mégis magunkat a bűntől? A bűn nem hozzánk tartozik. A bűn nem... Mi az Istennek a képére és hasonlottasságára lettünk megteremtve. Amikor az ember újjá születik és megtér, akkor te rájössz arra, hogy ah, hazaérkeztem, és de jó, ez az ez az a szeretet, ez az, a, ez az az, isteni millió, amit az Isten nekünk ad, hogy hát én ebben érzem jól magam, Csabi, ebben érezzük jól magam. Nekem senki nem mondja azt, hogy ő a bűnben jól tudja magát érezni. Ez, az hazugság. Még azok is ezt mondják, akik nem ismerik az Isten. Ők se érzik jól magukat. Senki nem érzi jól magát a bűnbe. Senki. Dicsőség az Úrnak. Hogy... Tehát, hogy ezeket az ember ezeket átéli, megél és azt hogy hát, Uram, hát ez az, amiben én jól tudom magam érezni. De I jó. én egy ilyen választ mondok neked. Én egyébként megrendülve nézem, vagyis is csodálattal nézem a te hitedet, hogy te hogy beleerősödtél mindenbe, mert én azt gondolom, hogy az ember útja a hitetlenségtől a hit felé, amit egyébként mi bizalomnak fordítunk, az ez is. Folyamatosan látni azt, hogy te erősödsz bele ebbe a bizalomba, folyamatosan napról napra, évről évre, amiben Korábban nem hittél, amit elvesztettél, azt ma én úgy érzem, hogy erősen a kezedben tartod a tiéd, meggyőződésed van arról, hogy a tiéd. Igen. És ma már nevezhetlek téged egy közösség vezetőjének, ugye, hiszen hát a felszabadulva közösség egyik vezető tagjaként egy közösséget vezetsz. De aki, aki közösséget vezetsz, hogyha te közösségeden belül bűnbe esik valaki, bűnt követel, eltér az úttól, hogyan kezeled ezeket az egyéneket? Hát, hogy mi, mi, mi lenne a tanácsom? Nyilván egyrészt egyé egyéni dolog, hogy kinél mi, meg tehát, hogy, de hogy honnan közelíteni meg a dolgot? Mindenképpen onnan közelíteni meg a dolgot, hogy az Isten felé vetett bizalom, bizalma az embernek nem rendülhet meg. Tehát, hogyha benned megrendül az Isten felé való bizalmat, hogy na most ezt az Isten is akkor, uh, na, mert ott a vége mindennek. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy az Isten meglepődik, és az Isten megbotránkozik a mi tévedéseinken, hibáinkon, akkor, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon rossz irányba indul a De vilé, én nem gondolhatom azt, hogy itt vagy te, és te megrendültél, elvesztetted a bizalmadat, és most pedig szolgálsz, és egy, 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 közösséget vezetsz. Hát miért ne rendülhetne meg az én bizalmam? Mert ti itt jó véget ért. <laughs> meg, megrendülhet, de én már, én már, nyilván ezt tanácsolnám. Tehát én már az, tehát én aki körülöttem ilyen problémába esnek, én nyilván az lenne a tanácsom, hogy azt a nagyon hosszú utat ne feltétlenül járja meg. Persze van olyan, és én se engedtem, hogy engem, most a feleségemet mondom, nem nem nagyon engedtem még a feleségemet se, hogy hatásra legyen rám. Tehát, hogy valaki elindul az úton, akkor elindul, de én azt látom, hogy az én életemben is így volt, elindultam ezen a, a, az úton, és utána az út, út végén bizony-bizony rá kellett jöjjek arra, hogy, hogy ott van egy csodálatos atya, akinek akkor is a gyermeke és a fia vagyok, bármit követtem is el akkor is egy fiú vagyok, akkor is gyermek vagyok, és nyilván, hogy én is nevelem a, neveljük a gyermekeinket, tehát ebből indulok ki, és a tanácsom is innen, ebből a szemszögből jön. Az én gyermekeimet is csinálhatnak, Csabi, bármit, bárhogy, hozhatnak rossz döntést. Mindig az atyai szeretet, gondviselés, bölcsességből fogok feléjük fordulni és nyúlni. Soha nem lesznek ellenségeim a gyermekeim. Volt még egy kérdés, amit én nagyon szerettem volna neked feltenni, és még mindenféleképpen szeretném is, mielőtt a műsoridő véget ér. Beszélgettünk a, már Ágival is arról, hogy ti hogyan ismerkedtetek meg, aztán te is mondtad, hogy egy gyülekezeten belül ismertétek meg egymást, és aztán pedig mondtad, hogy ö, elsodlottál az úrtól, legalábbis nem őtőled, te ő tőle úgy érezted, hogy, hogy eltávolodtál, és elvesztetted a hited, és ez bűnökbe sodort téged. Mondhatom, hogy bajba került a házasságod is? Hát, hogyha nyilván ezt annak veszük a, a ami egyértelmű a Bibliában is, hogy ott az a bizonyos hármas kötelék, az ott megszakad, egy, egy, egy bizalom, vesztés, törés történt én közöttem és a, feleségem között. Tehát, igenis, Igen, is ennek kapcsán tenném én fel a kérdést, mivel hogy azért ez mégiscsak egy csodálatos véget ért. Azért ezt el kell mondanom a nézőknek, hogy ez a házas párma együtt szolgál minden héten. Nem csak az igét hirdetik együtt, együtt is dicsőítenek a Vili zenél énekel, Ági pedig mellette áll és énekel csodálatosan. Majd ezek után helyet foglalnak egy-egy széken, a kezükbe vesznek egy mikrofont, amit megosztanak egymással, és ők ténylegesen ketten egy testi lettek és együtt hirdetik az igét. Szóval ez csodálatos véget ért. Női perspektívából már hallottuk, és ezt szeretném ezt a kérdést neked is feltenni, mert a laikus megkérdezi, hogy gyülekezetbe azért megyünk, hogy ismerkedjünk. Te, mint férfi, hogyan emlékezel vissza az Ágival való ismerkedésedre, arra, hogy ti egy gyülekezeten belül ismertétek meg egymást? Ez bűn, vagy ez egy csodálatos dolog? Ez egy <laughs> <Mesélj> el <laughs> el Ez egy csodálatos dolog. Azt gondolom, hogy. <laughs> A kérdésedben is benne van, hogy megint külön, kicsit nagyon külön akarjuk választani, hogy na hát, hogy a, az egyházban hogy van, meg hát hogy van a világban, és azt gondoljuk, hogy ez, én azt gondolom, hogy nincs, nincs különbség. Tehát azt gondolom, mire gondolok, nincs különbség. Bementem a, a, a gyülekezetbe, ott, és, és ahogy megláttam a feleségemet, a, a Ágit, tehát egyszerűen egyből fölcsillant a szemem, egy-két szó beszélgetés, és bum-bum-bum. Tehát körülbelül Csabi, tehát ennyi volt a történet. Miért most ez másképp van a, a gyülekezetek kívüli életben? Hát azt ott is így. Mi, ott nem így van? Hát ott de, is de így. de mivel másabb egy Isten szerinti bum-bum-bum, mint a világ? Az Isten szerinti azért, azért másabb és azért csodálatosabb, mert egy olyan, alap, olyan alapra ról indul az ember, ami, ami a legcsodálatosabb alap. Egy szerető atya van ott veletek, és ő fogja az én kezemet is, meg fogja az Áginak a kezét is. És összekulcsolta. És összekulcsolta. Ott mi, me, ott mi fogjuk meg egymás kezünket, Isten meg fogja a mi kezünket. És Milyen. így vagyunk hármasban. Én, én őszintén mondhatom neked, hogy nagyon sokat épültem abból, hogy te ma eljöttél és megosztottad a hitedet velünk. Én a nézők nevében is nagyon-nagyon szeretném megköszönni azt, hogy eljöttél, áldott volt a veled való találkozás, és kívánok a szolgálatodban minden áldást a jövőre tekintve is. Köszönöm. Isten áldjon benneteket. Nézőink, szeretném önöknek elmondani, hogy az út végén szakadékot látunk sok esetben, mint ahogyan Vili is azt látott. Azonban, amit mi szakadéknak látunk, ami lefelé vezet, az lehet, hogy éppen előttünk állva egy hegy, csak még nem tisztult ki a mi szemeink előtt. Amit a lejtőnek tekintünk, az lehet, hogy fölfelé vezet. Föl pedig pontosan tudjuk, hogy ki vár ránk. Ne veszítsük el a hitünket, Kapaszkodjunk bele abba, amiben vilinek is sikerült kapaszkodnia, mert én hiszem azt, hogy az ember élete és hit élete ebben a világban az az, amit a viliben látunk most megnyilvánulni. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és sok szeretettel várom a nézőket legközelebb is. Minden jót kívánok!